Ezek a felvételek Csengerben készültek még júniusban, amikor hatalmas vihar érte el az ország legkeletibb részét. Aznap kétszer is esett a jég, ami összetörte a termést, sőt még az almafák ágait is megtépázta. A gazdáknak június 17-éig volt lehetőségük belépni a kárenyhítési kockázatközösségbe, azonban a teendőik ezzel még nem értek véget. Minden termelőnek szeptember 15-éig a fizetési kötelezettségének eleget kell tenni, ellenkező esetben sajnos jogszabályilag kiesik a kárenyhítési lehetőség közül. Ezt a jogszabály írja elő, felhívtam a figyelmet arra is, hogy a fizetési kötelezettséget célszerű még szeptember 14-én megejteni, mivel a jogszabály azt írja elő, hogy szeptember 15-éig a számlára pénznek be kell érkezni. A káreseményt követően 15 napon belül be kell jelenteni minden kárt, amelynek a jogosságát a Nébik szakemberei vizsgálják. November 1 és november 30-a között a kár igényét is be kell, hogy nyújtsa. Mert ha bejelentette a kárt, a Nébik kimegy, megvizsgálja, a Nébiktől kapja egy határozatot, amiben a Nébik megállapítja a kár mértékét. De ezzel még az ő feladata nem zárult le, tehát ne jöjjön nyugodtan, hogy van egy határozatom, és akkor várom a pénzt, mert a pénzt csak akkor kapja meg, hogyha a kár igényét november 1 és november 30 között bejelenti. Ellenkező esetben sajnos nem fog kapni pénzt. Szabolcs-Szatmár-Bereng megyéből 11 ezeren csatlakoztak a kárenyhítési rendszerhez. Idén 4100 kárbejelentés érkezett a megyéből, melyek kifizetésére elegendő pénzösszeg áll rendelkezésre az alapban. A kirendeltségvezető azt is hozzátette, a piaci biztosításokkal rendelkezők a kiesett kár 80%-át kapják meg, míg a kárenyhítési alapból mindössze a veszteségük felére számíthatnak.